Sziasztok! Remélem jól vagytok. Ma olyan dolgokat fogunk tanulni, amiket tulajdonképpen nem tanít senki. Ami azt jelenti, hogy ahogy ti tanuljátok a franciát, hát sajnos nem mindig úgy beszélünk. Például, amikor valaki azt mondja, hogy nincs pénze, szóval nincs pénzem, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Így is szoktuk mondani, de tulajdonképpen amikor valaki olyan mindennapi vizékon beszél, szóval barátokkal meg ilyenekkel, azt mondaná, hogy j'ai pas une thune. És ebből azt kell érteni, hogy nincs pénze. Szóval j'ai pas une thune, az azt jelenti, hogy nincs pénzem. Vannak nagyon sok ilyen példák, most nem fogom az összeset itt elmondani, lesznek ilyen kis leckék is, mert szerintem ez azért elég fontos, mivel hát, hogyha, főleg ha itt éltek, nem mindig érthetően beszélnek az emberek, szóval nem mindig úgy, ahogy tanítunk titeket, vagyis ahogy tanítják a franciát, hanem hát ilyen slanget is használunk, meg mit tudom én, szóval ez így lesz ez az egész. Például adok még egy másik példát, utána már annyi lesz. Hogyha valaki kéri a vizet, asztalnál vagytok, étteremben, mit tudom én, és akkor barátokkal, és valaki kéri a vizet, azt mondaná normálisan, hogy tu peux me donner l'eau, s'il te plaît? Szóval odaadhatod a vizet, légy szíves. Tu peux me donner l'eau, s'il te plaît? Tu peux me donner l'eau, s'il te plaît? Donc tu peux, megcsinálhatod-e, me donner, odaadni nekem, l'eau, az a víz, eau, s'il te plaît, légy szíves, nyilván. Tulajdonképpen, ha barátok között vagytok, akkor inkább, hát nem mindig, de mondhatják úgy is, hogy tu peux filer la flotte, s'il te plaît? Ebből azt kell nyilván érteni, hogy a vizet szeretné. Szóval, tu peux me filer la flotte, s'il te plaît? Az a s'il te plaît, az s'il te plaît lesz. És vannak nagyon sok ilyen dolgok, amikor beszélünk, akkor nagyon máshogy hangzanak, mint ahogy tanuljátok. Szóval, tu peux me filer la flotte, s'il te plaît? Légy szíves, add ide a vizet. Remélem, hogy ebből is tanultatok valamit, és nem sokára találkozunk még ilyen érdekes leckéken. Sziasztok!